Amikor a 80-as évek közepe táján a kolhoz megkapta azt a lehetőséget, vagy jogot, vagy felelősséget, vagy rálöcsölték azt a terhet, hogy építsen Nagy-Dobrony számára kultúrházat. Hát a szovjet gigantománia jegyében egy majdnem 4000 négyzetméteres kultúrház kezdett épülni Nagy-Dobrony központjába. Az előbb bemutatott paprikafűzőjű asszony és az őt körülvevő közparknak a helyén, valamint hátul ott látszik a Nagy-Dobrony kiépített piaca, az a hely is hozzátartozott. A felépült három emelete, helyek közel még befedésre is került betonfödémmel, de viszont tető soha már nem került rá. A Szovjetunió szétesett, az ország és rezsimváltással ez az építkezés megszakadt, úgyhogy Nagy-Dobrony klub nélkül maradt. 2005-ben annyira balesetveszélyessé vált az a romhalmaz, hogy gyakorlatilag azt le kellett bontani, annak a helyét teljesen eltakarítani, és ott alakult ki a közpark. De mint említem, Nagy-Dobrony kultúrház nélkül maradt, klub nélkül maradt, ugyan a régi baptista szeretett otthonba kialakult egy kisebb terem, ahol a tanácsüléseket vagy kisebb-nagyobb rendezvényeket meg lehetett szervezni, de az nem volt alkalmas, már annak okán is, hogy télen soha nem lehetett kifűteni, tehát nyáron hűvös, télen hideg épület volt, ott nyilvánvaló volt, hogy kulturális életet bonyolítani nem lehet, és tavaly előtt adódott egy olyan lehetőség, hogy pályázunk rá, hogy Nagy-Dobronyba felépüljön egy magyar ház, a Magyarországi Magyar Ház programban. Itt ezen a portán volt egy 1920-ban épült főjegyzői lak, amit úgy gondoltunk, hogy felújítunk és abban alakítjuk ki azokat a tereket, ahol a kulturális rendezvényeinket, egyéb összejöveteleket bonyolítani lehet. De hát egy 100 éves épülethez, mikor hozzányúltunk, egy nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy a tetőt azt el kell bontani, ki kell cserélni. Mire odaértünk, nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy a falat is, ugyanaz a nyomvonalon, ahol a régi épület állt, egy néhány kő híjával felépült az itt a hátam mögött látható modern épület, az úgynevezett Nagy-Dobronyi Magyar Ház, amelyet tavaly január 12-én adtunk át a rendeltetésének, és nagyon sok rendezvénynek, foglalkozásnak, kiállításnak, színház előadásnak, mozivetítésének lett azóta is tere. Majd ez a lakhoz tartozott egy hátsó épület, jellegzetességében megfelelt a nagydobronyi házak beosztásának, kinézetének, egy ilyen háromosztatú középen pitvar, tornáccal, bal oldalra tiszta szoba, jobb oldalra kamra, abban pedig a régóta méltatlan körülmények között tárolt falumúzeumnak az anyaga kapott helyet, amit azóta is nagy érdeklődése látogat nem csak Nagy-Dobrony, hanem a környező települések apraja, nagyja. Valamint a hátul, még a kertben létrehoztunk egy úgynevezett szabadtéri rendezvénycsarnokot, ahol jó időben szabadtéri rendezvényeket, akár bálokat, összejöveteleket, lakadalmakat is lehet tartani.